A szerb első liga vajdasági csoport második fordulójában lejátszották az első községi rangadót. A Torontálvásárhelyi Teke pályán játszott a helyi Spartakusz és az Antalfalvi Strávia Teke klub. Alföldi János, a Torontálvásárhelyi Spartakusz Teke klub elnöke nyilatkozott a rangadó versenyről. Először is szeretném, hogy ez egy sportias küzdelem legyen, de remélem, hogy a Spartaknak sikerül győzni, ami sportias, nincs itt semmi, ez mind barátsági alapon van, de remélem, hogy győzünk. Ezúttal a hazai tekézők bizonyultak sikeresebbeknek, 7-1-re arattak győzelmet. Hosszú idő után ugyanabban a bajnokságban, a rangos szerbiai első ligában, a vajdasági csoportban mindhárom községi klub szerepel, a Dolina, a Spartakusz és a Slavia. Először is ez egy biztos, hogy nagy dicsőség egy ilyen kis községre, mint Kovacsica, hogy egy szövetségi szinten másik rangú ligában három csapat részt vegyen, ami vajdaság szinten egyéni. Úgyhogy ennek örülök, és ez egy ilyen sportias viszony van, barátsági viszony a három csapat között, és ez egy nagy eredmény, és örülök neki, hogy ezen a részén, vajdaság ezen a részén, ez a teke sport ilyen színvonalon van. A Torontálvásárhelyi Spartakusz Teke klub vezetője az idei idényről és az ambíciókról is szólt. Hát ebbe a szezonban a tavalyi évhöz képest két idősebb játékos nélkül maradtunk sajnos, de ez amennyire negatív, annyira pozitív is, mivel ez a két játékos helyett fiatalabb játékosok, ami a mi fiatal játékosaink, amik itt nevelkedtek föl Debrecen, mostan érvényesülhetnek, és bejutottak az első csapatba, és én remélem, hogy ebben a felállítás és ebben a rangba bírunk maradni ebbe az évben, ami a vezetőség célja is ebbe az évben, hogy itt maradjunk ebbe a ligába, ne essünk lejjebb, és akkor, ahogy telik az idő, úgy ezek a fiatalok fejlődnek, és remélem, följebb bírunk jutni is. A tekéző, ez Siker Karcsi, aki tavaly már részt vett a szerbiai válogatottban a világbajnokságon, úgyhogy ő mostan egy alapozó tagja lett a csapatnak idővel, megért, úgyhogy ha bár még mindig a kadettok csoportjába versenyzik, de most már annyira mögérült tekéző, hogy olyan eredményeket ér el, hogy a csapat is bír számítani rá minden meccsen, minden föllépésen. Zavargó egy nagy példakép a Debrecen tekézőknek. Most a fiatalok csoportjában is, ahon tegnap voltunk, ez az első ilyen a fiatalok kategóriában vajdasági kupa, ahon részt vettek három pionír, meg három kadett tekéző, úgyhogy nekik egy nagy példakép, ott is látták a verbászi tekepályán, hogy a Zavargó Vilmosnak az eredménye a rekord, ugye, azon a tekepályán, úgyhogy ez egy nagy példakép, és mi büszkék vagyunk őrá is, mert hát mi származásunk, mi úgy fogjuk föl. A múltunkra nagyon büszkék vagyunk, és törekszünk, hogy itt is újra újítsuk a teke sportot. Most jelenleg büszkék lehetünk arra, hogy minden a csapat összes tagja debrecei, úgyhogy debrecei származású, itt élnek, itten vannak és játszanak a klubnak. Szintén erre, akit mondtam, tegnap vittünk erre a kupára, ami fiatal kuglisták, pionírok és kadettok, aki szintén mind debrecei itt élnek, és erre nagyon büszkék vagyunk. A vezetőség tagjai egyetértenek abban, hogy a lakosok számát tekintve Antalfalva község Szerbia egyik legtömegesebb helye, ami a teke egyesületeket illeti.